morning, Mademoiselle Baptiste. My name is Colonel. Oh, a sivatagi róka vadászata. Osz! Ó, most kell Afrikába mennünk. És ez jó vagy rossz? Hát most kell Afrikába mennünk. Értem. Jó. És az jó vagy rossz? Hát az attól függ, hogy szeretsz Afrikában. Ja. Tehát, figyelj. Én voltam Afrikában. Én még nem. Nem vesztettél sokat. Hát, neked sok kapcsolatod van a fekete kultúrával. Voltál már Afrikában, Harlemben döttem föl. Visszatértem a gyökerekhez. Imádom a KFC-t. Ne gyökerezd le az feketéket. Imádom a KFC-t. Jean Frant, Jacques Arnaud. Mondjuk látod, az tipikusan egy olyan rasszista sztereotípia, vagy állítólagos rasszista sztereotípia, amit soha az életben nem értettem, a csirke. Pedig tényleg így van. Hát az oké, hogy persze Dél-Amerikából jött a rántott hús, meg hogy azt tudták enni a fekarab szolgák, de hogy most komolyan ez mondjuk egy sértés, hogy... Nem, szerintem nem sértés. Szóval én nem venném sértéstek, mert a csirke az jó dolog. Persze, szóval most, ha mit tudom, lenne konkrétan... egy fekete ismerősöd, és van. Megkínálnád csirkével, nem, akkor, én... akkor behúzna egyet? Nem mi? Tudom, egy GT, nem tudom, de van két feka ismerősöm, az egyikkel tartom a kapcsolatot, hogy GT, dobos egy doom metal zenekarba, még nem mertem tőle megkérdezni, pedig jó vagyok vele, de nem nagyon akarom. De figyelj, a GTA 4-ben... Mi a rasszista csirkében? Várjál, a GTA 4-ben két feka ismerősöd lehet, ugye Dwayne és Little Jacob. És mindegyikkel tudod, a GTA 4-ben lehet... ilyen közös dolgokat csinálni együtt. És akkor elmész a Clackinbelbe? A Clackinbelbe, akkor mindenketten mondják, hogy fú, ez a legjobb étterem az egész városban. Csak arra vártak, hogy ide jöjjenek. És csak akkor kapsz max, tehát akkor még jobban felpörög a mérő. Tehát, ha elviszed kétszer-háromszor őket a Clackinbelbe, akkor ilyen azonnak is 100% az oda a barátság mérőt. Akit most az előbb mutattak, ő nem rémlik a neve, de ő a Normal Medal of Honor-nak, szóval az Undergroundnak, hanem a másiknak simán. A Jimmy Patterson, azt hiszem úgy hívják, ő azt hiszem az egész sorozatnak a fő-főhőse, mert ugye ő a leggyakrabban visszatérő főhős karakter a játékokban. Azt hiszem izében, a PSP-s Medal of Honor-ban is ő van benne. Casablanca. Köszönjük, hogy elolvastuk. Nem a sztoriért játszik az ember FPS játékkal. Szóval. De akkor is! Sok videónál mindig odaírom, hogy zavar, hogy tovább nyomod a videót és nem érted a sztorit. Mondjuk mi értjük ennek függetlenül a sztorit? Afrikában is van sok náci, és ott is sok nácit meg kell ölni. Tessék! Összefoglaltuk. Ölj, pusztíts, gyilkolj. Oh! Hangcsompítós fegyver, igen. Kicsi James Bond. Kicsi nagyon. Nem is tudom, a Far Cry 2 kezdődött a hasonló környezetbe? Hát ott konkrétan a hotelszobádban lettél rosszul, és ott van egy igen. Mondjuk én, hogy őszinte, a Far Cry 2 az a generáció egyik legalul értékeltebb játéka. Főleg a negatív karakter miatt, a Jackal, az egy nagyon jó kis karakter. Elég gyenge ez a pisztoly. Viszont halk. Tehát látnak, bazd meg. Sok hasznom nincs abból, hogy halk. Mondjuk ez igaz. Júj! De legalább ilyen sisak nincs rajtuk, ami nagyon megvédeni őket. De így is túlélik a headshotot. Ez van. Ez ki volt? Ilyen fehér ruhával. Valami civil ruhás köcsög. Hát jól megölted azt a civilt, Balzán, gratulálok. Hát annyira nem lehet civil. Lődöz. Ja. De, és ugyanúgy a hangja van a sisaknak, amikor előadod a fejéről, pedig az ilyen valamelyiken szövet. Volt sisak, ja, hát ez egy normál sisak van. Másikon változik. Azon normális sapka volt. Sapka Károly. Csak önvédelemből tett. Csak önvédelemből tett, igen. Fú, az egyik legjobb szó. Ha nem öli meg azokat a csecsemőket, akkor ők ölik meg őt. Köztudott tény, mindenki tudja, hogy a csecsemők hordában támadnak. Adja valaki egy csecsemőt? Adjatok neki egyet! És hoznak, és odaadják, és szegény gyerek, elmászni, igen, és az a fej, tudod, hogy így ki van akadva. Sapka karcsi vagy. Igen. Fú, geci, ez nagyon kemény az a rész. Kis az ilyen Mustafa, vagy mi? Kis piros török sapkával? Nem, szerintem csak tar.
sérója van. Vagy ez tényleg izé? Mondom! Sztereotípa játék. Mekka a Szalibaba. Azt hiszem. Véged van, Mustafa! Legyünk még sztereotípebbek. Ja. Szerintem váltsál fegyvert, mert egyrészt négy ha ez tényleg Mustafa lenne, akkor nem lehetne megölni. Igen, mert ő sose hal meg. Úristen, ez rám lőtt! Azt hiszem a lábam eltört. Valaki eljöhetne. Mi mindig utaljuk felelt amúgy. Amúgy a múltkori felsorolásból, hogy mondtunk jó Will Ferrell filmeket, a diszkópatkányok azt hiszem lemaradt. Én nem is tudtam, hogy szerepelt benne. Találtad egyetlen diszkópatkányokat? Miki, hogyha ennyiből nem találtad ki megint úgy fent, hogy nem láttam azt a filmet, akkor nem tudom miből. De akkor hogy lehetett arról véleményed, hogy benne van, vagy nincs? Hát alapul talán Will Ferrell, most tök mindent, hogy miről van benne, taszít a... az az ember. De hogyan gondoltad azt, hogy nincs benne, ha nem is látod? Én csak kérdeztem! Én nem is tudtam, hogy benne van. De az se, hogy nem akkor. Hát nem. Csak bány, azt mondta, hogy Jackson benne van, én elhiszem, mert nem láttam a filmet. Még, persze, még bepótolhatom, hogyha nagyon akarom. Hát mondjuk azt ajánlom, az jó kis film. Be is fogom pótolni, mert érdekel. Meg az a klasszikus jelenetek, amiket így ismerek YouTube-ról, meg ilyesmi, azok alapján érdekesnek tűnt a film. Na, ez a pálya tetszik, határozottan tetszik, hogy ilyen szimpatikus. Eddig neked minden pálya tetszik. Nem, mert a katakombás például nem tetszett. Nem a templomos. Lőd ki a... Mi a objection? Vagy az objective objection? Na, hülye vagyok. Mit kell csinálnunk? Ki kell menekülni a hotelből? Escape hotel. De ez nem rövid kicsit, nem hogy... Escape from the hotel, vagy valami ilyesmi kéne? Az escape hotel az, amit az lenne a neve. Meg kell találni egy dossziét, meg kell találni a... valami raktár cuccot, meg el kell menekülni teherautóval. De még azt is, hogy teherautóval. Szóval, hogyha ellovagolnál mondjuk, találsz egy tevét, vagy egy lovat... Na most már ki jön, escape from hotel. Hát most menekültünk ki a hotelból. Most az, teljesítettük azt. Escape hotel az olyan, az lenne a neve, nem? Hogy escape hotel. Keresek egy hotel. Menekülj el a valóságból escape. Az escape hotelben. Igen, mennyire epik. Mi fogjuk ezt megcsinálni. Igen. És egy escape gomb lesz a logója. Logó, igen. És akkor kijelentkezik a hotelból, vagy akkor... egy ilyen, vagy tudod, olyan logója lenne, mint egy vészkijárat. Igen, tényleg. Vészkijárata. Unalmas hétköznapokból. Escape hotel. Nem lehetne kifogyni az ötletekből, szerintem. És tudod, lennének ilyen fizetős funkciók, hogy mit tudom én, hogy ilyen... szimulálnának ilyen bankrablásokat, vagy akciójeleneteket, ja, vagy katasztrófákat, ja. És akkor azzal kimenekülhetnél a élmény monotonitásból. Aha, igen. Nem lenne lehetetlen. Nem. Mert szerintem az ilyen kalandjátok, ha ezt meg lehetne csinálni, szerintem a gazdagabb kör a felső 10 000, a sok beteg elképzelésével vennék, mint a cukrot. Egy lövés, egy halál. Na már megvan, hogyha valaha rekordnyeremét lenyerek az 5-ös lotton, akkor mi lesz belőle? Igen, hogyha valaki megnyeri a 5-ös vagy a 6-os lottot, és hirtelen láttak egy escape hotelt, akkor mi nyertünk a lotton, és igen, megcsináltuk. De ha soha nem nyerünk, akkor max egy Kickstarter projektet. Az szép lenne, nem tudom hány millió forintot összehaknizni Kickstarteren. Ott is van egy. Ja. Azt hiszem, nem talállak meg? Persze, kiesik az ablakból. Persze. Nagyon büszkék arra az animációra. Igen. Az mit csinált? Nem tudom. Versenyt akart futni. De előtte mit csinált? Ja. Éppen a zipzárát húzta fel? Lehet. Nagyon sok a pervers katona ebben a játékban. Gondolom, mindenki oda húgyózik és szarik, ahova akar. Milyen emberek ezek? Most olvastam a múltkor egy cikket, amit egy tengerészgyalogos írt, hogy olyan dolgok, amiket nem mondanak meg a... toborozásnál? Nem a toborozásnál, hát a toborozásnál, de amiket magára a tenger alatt járón való életről nem mondanak el soha egy filmben, meg semmilyenben sem. És mondjuk a legfontosabb szabály, amit mindenképpen be kell tartanod, hogy amikor zuhanyzol, a zuhanyzónál a falat nem szabad megfognod. Mert? Hát mert konkrétan nem vannak hetekig, meg hónapokig egyszerre a víz alatt. És nincs az a tagja a legénységnek, aki nem recskázott volna ott az zuhany alatt, szóval konkrétan.
Igen, és valamikor megdől a izé, a tengeralattjára, és mondjuk ha pont akkor zuhanyzol, akkor nagyon óvatosnak kell lenned, hogy ne essél mondjuk arccal bele a falba, vagy olyan. Várom, fúj. Ezt nem tudod kilőni szerintem, az egy olyan doboz, hogy... De. Kitartó voltam. Igen. Meg is a doboz is. Ja. Tehát ez a... Keményen mennek kemény. Az akaratok csatája volt. Igen. Mikkel még a objekt... Milyen feladatok vannak még hátra? Hát meg kell találni a dossziét, meg kell találni a... Depotot? Ja. Hú, de kemény voltál. Meg utána el kell menekülnünk, ráadásul terratóval. Szerintem lőtt ki a dobozokat. Szerintem ezek nem olyan dobozok, amik kilőhetők. A ládák azok, amik kilőhetők, ezek ilyen solid snake-es kartondobozok. Szerintem ki lehet, próbáljuk ki azért, biztonság kedvéért. Lehet, hogy visszamegyek életelőt tölteni, valahol volt. Valahol hagytam, tudom. Itt egyet. Nem, izé. Mi nem vagyunk olyan rossz helyzetben, szerintem menjünk tovább. Szerintem itt volt. Ott is van. Hát ott megmondtam. Most rossz fele megyünk. Erre van az előre? Igen. Kicsit lassan játék, mert te amúgy szimpatikus. Be balra is lőtt ki a dobozokat, mert hidd, hogy ott van benne valami, hidd. Tudom. Mindjárt megtalálnak Solid Snake-et, milyen vicces lenne. Ja, megölted. Megölted Solid Snake-et. És tudod, csak egy felkiáltóját látsz, és ja. Utána halál hörgést David Hatertől. Snake! Ja, és utána azt, ja, tényleg. Snake! 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 És meg az a zene alatt, tudom. Az kurva jó az a zene. Annyira jó, tehát a Metal Gear Solidnak mindig az egyik legnagyobb pozitívumát a hangok képezték. A zene, a... Ezt meg sem mutatom Open Door. Oh, hogy kiugrott! Figyelted! Az ifjú pókember. Ja. Parker. Az. Parker. Peter Parker. Vajon a Parkert, azt miért nevezik úgy, hogy Parker? Szerintem nem. A parkour az ugye a francia eredeti szó, hogy ha jól tudom legalábbis. Hogy olyan hangzás van, az biztos. Amúgy azt vágod, hogy hol terjedt el iszonyatosan a parkour a utóbbi években? Irán vagy? Iránban a nő. Én is olvastam a iráni női parkourosokról. Hogy így ellenkeznek a feminizmus ellen. Igen, mondjuk nagyon szorú tolják szegények, de amúgy... Nem, én olvastam róla, hogy... De én megnéztem a videót Crackden. És ott a videóban annyira nem tolták jól, de minden esetre... Szerintem jobban, mint mi valaha az, fogjuk. Jó, nyilván, de a cél nemes, és hogy így lefoglalják magukat az emberek. Ja, nagyon tiszteltre méltó. Ja, tehát nem azt mondom, hogy nem tisztelem őket, csak... Ne, csak most núboztad le őket az előn. Nem, tisztelem ettől függetlenül őket, csak hogy... Én láttam a parkos videókat, és ugye azok nagyon magas szinten képviseltek. Konyhában nem lehet parkörözni, tudom, hogy mit akartál mondani. Igen, menjenek vissza pitét sütni. Milyen szép kék az ég. Ott a katona! Ajaj! Te ki fogsz repülni, figyeld meg! Mekkorát ugrott az ember! Szóval szándékosan még földön? Neki rugaszkodnak, hogy még jobban tudjanak esni. Az már nagyon várt téged ott. Az miatt visított. Ugrani nem tudsz még mindig kell. Ajaj! Majd azért menjél vissza, mert van még egy csomó dolog, mert nem mentünk be. De ilyenkor azt nem tudom mindig, hogy most... Mikor menjünk a jó irányba? Az olyan szép. Nem tudok itt ezt a sajtot baloldalt mögötted? Ezt? Nem, a másikat. Ezt te. This door cannot be opened. Ilyen bejárati ajtók kéne nekem. Ja, nekem is. Bejön a betörő, és kijön ennek egy ilyen kiírás a levegőbe. És mivel ír neki a levegőbe? Füsttel vagy? Nem, csak ki megjelenne spontán. A szép. Ugyanez a szöveg, ugyanígy. De nagyon stílusos a fej egy kis szerkójában. Ja. Kicsit olyan, mint egy James Bond negatív karakter. Igen, mondom, hogy olyan muszta fejjel. Golden Eye, kicsit, igen. Mint azt játszanánk. Szép. Itt azt hittem, hogy szóval az excellent ratingeknek az ideje már lehet ebben a játékban. Szarni bele! Lényeg, hogy megvan a játék, és... Működik, fel tudunk venni, és jó haladunk benne.
ez most szép volt. Szép. Honnan lő? Amúgy abszolút erre felett célzott valamerre, lehetett látni a test tartásából. Szerintem biztos kancsa volt. De annak ellenére jól eltalált. Mit lő? Lő ez? Mit lő és mivel, hogy ilyen hangja van? Úgy. Ajaj. Hogy nem vett ez észre eddig? És úgyhogy előtt... lőttem. Igen. Szép. Ott volt ott még van egy. Mustafa megint. Szép. Hát mégis megveszed az excellent rating. Oh, kurva anyádat. Hol vagy? On, de hogy? Az ablakból. Nézd, hogy milyen takonydala van a téglán, erre valaki fejbelő. Ja. Nézem a falat. A frakt, a fatraktor mellett. Igen, mekkora kulcsjuk? De miért van? Milyen kulcs fér abba, Miki? Ezt mondd meg nekem. Szerintem valakit a dizájnál félreértette, hogy nem az egész ajtónak kell így kiznézni, hanem csak kulcsokat. Rakj egy kulcsokat a falba, vagy nem tudom. Jó, oké. SMG. Ja, tényleg most nem is izével vagyunk. Nem. Lépcsőfejtást is kemény gondokat tud okozni olykor. Ezt látom. Az mi? Hát az egy bug. Az egy glitch, vagy nem tudom. Jó, megtaláltuk a... lokációt. Helyet, igen. De amúgy annyira lineális, hogy merre tudunk menni, ha nem találjuk meg a térképet, akkor is ott lyukadnánk. Igen, amúgy. És amúgy a térképet előtt tudjuk hívni, de mellesleg? Nem. Elvettünk egy térképet. Butaság. Elvettünk egy térképet, hogy ne tudjuk megnézni. Zsír. Tudás automatikusan a fénybe száll, nem kell megnéznünk. Igen. Tök jó zenéje is. Hoppá! Ezek sokkal... keményebbek. Keményebb ellenfelek. Igen, sokkal jobbak a reflexeik. Még otthon voltak, francia honban. Mint egy assassin így beállt, nem? Ja. Requies, Catempache. Az amúgy miért nem az összes Assassin's Creed játékban Ezio van, komolyan mondom. Miért nem csinálj... megjelenik Doki az időgéppel, és oda adják, hogy Ezio az egész világnak szüksége van rád mindig. És így igen. Mensd és mensd meg a világot minden egyes időszakban, és ott van a római időktől kezdve. Komolyan mondom, azt tudom mondani, hogy ez egyetlen érdekes karakterje a egész. Ja, mondjuk annyira nem változtak a Assassin's Creed főszereplők személyiségileg meg. Hát általában egy pöcs volt, már meg ne haragudj. Ja, hát én az egyen nem játszottam. Egy arrogáns, beképzelt, utolsó seggfej. Konkrétan azzal kezdődik a játék, hogy miattad így meghalnak társak, meg elbaszol mindent, meg egy utolsó arrogáns seggfej vagy, és az egész játék után arról szól, hogy helyre kell hoznod a hibáidat. Mondjuk eleve, ha egy valamit nem értek a Assassin's Creed-be, az az, hogy az Animusra miért van szükség. Hogy miért az a játék, hogy te a modern korban élsz, és csak visszaemlékezel rá, hogy az őseid mit csináltak. Miért nem az van, mint mondjuk a Resident Evil-ben, hogy oké, itt van egy sorozat, de nem egy főse van, hanem több, és mindig más kerül elő. Miért kell egy központi karakter, mint egy ilyen teljesen személyiség nélküli Desmond? Szépen beálltál a fedezékbe, gratulálok. Igen, az egy annyira jó fedezék volt, de akkor azt a formát is vette föl. Igen, ez olyan, mint a megállna, hogy a út közepén besülne a szemét, és nem látsz, nem vagyok itt. Ja. A strusz politika. Igen. Strusz fedezék. De szóval, miért van arra szükség, hogy a jelenkorban játszódik maga a játék, és te csak visszaemlékezel rá, hogy mit csináltak mások korában. Mert ez egyéni. Mert te amúgy egy... te nem csinálsz semmit, de így emlékszel rá, hogy más így csinált. És most ez így jó? Hát ezek szerint. Miért te mindenki hinnél a történelemkönyvnek, vagy amit te átélsz szó szerint? Na értem, de érted, amikor játszok a játékkal, akkor
nem azt akarom játszani, hogy fekszek egy gépbe mozdulatlanul. És emlékszem hát rá, hogy végül. Valaki más mennyire badass volt, hanem én akarok akkora badass lenni. Visszafelé megyünk. Hát, visszamentem tölteni, és most megyünk jó helyre. Úgy fordultál meg, hogy nem vettem észre, értem. Trackboarded? Várjál. Ja, minden megvan. De az utolsó mit mikor csináltuk meg? Vagy a Find Location-t? Igen. Hát a térkép volt, nem? De és a dosszié? Azt felvettük korábban. Hol? Arra emlékszem. Én nem. Én még mondtam is, hogy felvettük a kísérletet, hogy dossziér. Még a játék elején. Vagy pálya elején. Hát a pöcsem tudja, mindegy, vége van. Fuck, az a lényeg, hogy megoldjunk. On to victory! Mi vagyunk a legjobbak, a legerősebbek. We are the champions. Mi vagyunk a gombák. We are the champions. És? Excellent, jó van. 68 headshot. 60%-os célzási pontosság. És mennyit öltem meg? Enemy skilled 69. Egy ilyen mindet fejbe lőttem. Jó. Nyomjunk még egyet, aztán Lightning the Torch. Szerintem utána befejezhetjük. Meg kell gyűjteni a fákját, ja. Az a misszió. Nagyon titokatos név. Valószínűleg fel kell mondani valamit. Általában azt szokták ilyen magas névvel ellátni. Szóval, hogy afrikai misszió is lesz, amiben tankot kell írtani. Lehet, hogy pont ez az. Jó. Mit kell nézzük csinálni? Meg. Find shipping records, find these guys. Az jó, én imádom az elruhás részeket. És akkor rádiózni kell az amerikaiaknak. Király. Az egy jó izgipálya lesz ezek szerint. Diszjoké leszek. DJ francia. Én a lemezlovas. Merre? Ajaj. Fel se fogta, hogy meghalt. Aztán eszébe jutott. Igen. Ez egy feelinges rész. Ja. Ez, tudod, ez nem Donkey Kongos, ez Crash Bandicootos a sok faládával. Uncharted. Fegyvertől nem láttad a célkeresztet. Tiszta Hitman. Ja. Nézd, megállsz! Egy lövés cső. Így kell azt. Legalább nem kell a hullával basszakodni, mert azok automatikusan eljöttek. Igen, igen, igen. Ó, de majd. Nagyon megy össze-vissza. Szép. Jó! Lelőtted a sisakjáról a fejéről. Lelőtted a sisakot a fejéről úgy, hogy... Ja, ez is tele vagy a sisakot a fejéről. Úgy lőtted a sisakot a fejéről, hogy... Addigra már ő nem volt a földön, de amikor te lőttél, akkor a játék úgy jelzte meg, hogy akkor még állt. Hát ja. De kemény. I'm awesome. Ilyen emberekkel, mint én, hogy tartott annyi ideig a másik világban. Igen. Hogyha nem nyerték meg a franciát. De egy izé missziómról kapna Hitler jelentés, egyből kapitulált volna a picsába. Ja. Van egy francia nő, aki mindenkit fejbe lő egy lövéssel. És erre jön. És igen. Nein, 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 nein! Jelentettek, hogy... Valószínűleg ellenség van itt. A fejbelővős csaj megint fejbelőtt egy pár embert. Vigyázzatok a fejetek. Elneveszítsétek a fejeteket, fiú. Szép. Two-face? Hogy mi a faszom? Fél arca, hogy teljesen sötétség. Szegény csak csúnya, ne szidd már ennyire. Van egy baj az életben. Two-face is csak csúnya. Meggonosz. Még azt is vitatnám. Two-face-es se nem jó, se nem gonosz, ezért van, hogy minden döntését érmével dönti el. Mondjuk az is döntésképtelen. Volt olyan, hogy ilyen
lehet volna lehetősége kiszökni az Arkhamból, mert mindenki más kiszökött, és mondták volna, hogy gyere Two-Face, kiengedünk téged is. És földobta az érmét, az érme a jó oldalra esett, és azt mondta, hogy nem, én inkább itt maradok. Szép. Az olyan, és csak tudod, hogy ilyen maszk van a... az elején, tudod? Ilyen Two-Face maszk. Lehet, hogy Two-Face áll a német hadsereg mögött, nem is Hitler. Na tudod, én a sivatagban nagyon nagy volt homofilás, és kellett valami, hogy ne fulladjanak meg a katonák, és raktak ilyen, azért van a fejükön ilyen szar. Nagyon nem fogta fel, hogy merre lőnek. Ott lőnek, egyrészt. Jó. Szép. Meg tudsz itt menni ide? Olyan jól van. Szép. Hát, bocs, tíz bácsi, de kevés vagy. Na, megtaláltuk. Megtaláltuk a rekordokat. Hajózási rekordok. Kaja, kenomba kívül. Rekordokat döntögettünk, miközben megtaláljuk a rekordokat. Igen. Olyan, úgy néz ki ez a pálya, mint a Counter-Strike-ból a Dust 1-2. Még a színezés is ugyanaz. Ez konkrétan vakarta a fejét? Mi történt? Mi az a csajot? És most mondták barátom, hogy vigyázzunk egy olyan francia nőre, aki fejből lő mindenkit. Lehet, hogy ez ő. Igen, lehet, mire már meg. Vakarom a fejem, hogy ne tudja meglőni. Igen, tényleg. Lehet, hogy arra szerint, hogy a kezét fogom eltalálni. Igen. Ami szintén halálos lenne, ő akkor az ajtó, Miki? Igen. Veszélyesnek tűnik ez az ajtó. Hoppá. Sokat hátráltál. Igen. De miért hátrál? Miért nem fejbe vág a puskatussal és lelő, amíg a földön fekszem? Mert buta. Mindig pisztolyban szíratlan. Pisztolyan halálosabb vagyok, mint G-fegyverrel. Halálos fegyver. Igen. Akárhányszor jól játszottam, akkor csak a kis pisztolyt használtam. Mindenki a nagyobb kaliber. Ja, nem kompenzálok semmire. Csajaj, meg pláne. Ja. Ajaj. Hú, szép felelőbe mentél. Jó vannak annyi? Cover system. Azt hiszem. Na. Másik nagyon lő bal oldalt téged. Úgy megvan, másikat lőheted. Mennyit töltünk már? Fél holt vagy, szó szerint. Half-life. Jó. Ja. Mondjuk azt tudtad, hogy nem azt jelenti half-life, vagy fél élet. Hm? Ha a half-life az nem azt jelenti, hogy fél élet. Fél halál? Nem. Nem, az valami kifejezés, ilyen tudományos kifejezés, az van felezési idő. Magfelezési idő. Hát jó, de gondolom, egy FPS-nek a címe, gondolom kettős értelme van a dolognak. Lehet, de azt szerintem, hogy magának, mint Half-Life, nincs sok értelme. Tudom, hogy bezártak minket ide, vagy nem is innen jöttünk? Be, hát igen. Hát onnék jöttünk. Nem tudok visszamenni tölteni. És nincs sehol élet? Nincs. Vagy van, csak nem találod meg? Hát lehet, hogy van, csak tovább van. Ott lent. Hát tudom én is. Szép! Annak annyi. Beakadt ott fel valaki, szerencsétlen. Ez olyan, mint egy szúnyog, aki nem tud kijutni. Igen, mindig megy az ablaknak. Hát kb. Annyi akkora agyuk is van, mint egy szúnyognak. Ezt úgy el is találtam onnan, hogy azt tanítani kéne. Itt azt hittem lőtt valaki, pedig csak grafikai hiba volt. Hát, hogy ezt kellett volna tanulnod David Hasselhoff helyett harmadikba. Ja. Fejbelövést.
ideges vagyok. Bezártad a fotóst. Hú, most mi lesz? Mit kell csinálnunk? Most inkognitóban vagyunk. Imádom az ilyet. Hogy tartja maga elő ezt a rossz fényképezőgépet. Nem is láttad bazeg a bambaszból. Érdekli is az őt. Mint az ellenőrök a nyugatinál. Na milyen kedvesek, látod? Normálisan állsz hozzájuk, akkor ők is normálisak. Ja. Nem lőnek le azonnal. Látod, olyan, mint a munkahelykeresés sokszor, csak a papír érdekli őket. Ja. Teknősök vagyunk. Hoppá, hoppá! Az mi? Már nem, az már leszarja a papírt szerintem. Az de miért nem csak átlőttük magunkat ezen a sok seggfején akkor? Megy egyszerű. Ajaj! Látom, nagyon egyszerű így. Egyszerre gangbanger rajtunk az összes, nem külön-külön megöltük őket. Zseniális ötlet. Hú, elég szobálunk életileg. Azt mondom, hogy ne szar le a izét és meneküljünk. Meneküljünk. Jó, ez közel volt azért. Hát majdnem megdöröltük a picsába. Ez most nem lesz excellent a HP miatt. Mindegy. A lényeg, hogy túléltük egyáltalán éve ezt a pályát. Average. Átlagos. Lesajnál a játék. Bárki konkrétan megcsinálta volna ezt. Te hogy a picsában van az, hogy 30 ellenfelet öltünk meg, és 37 headshotunk volt? Lehet, hogy a papírt, ahogy odaadtad a papírt, azt is annak veszi. Aha. Dehogy. Az poén lenne. Hát biztos volt ami nem halálos fejes. Ja, lehet. Hát volt, akiben többet kell beleeszteni, ja. Jaj, valószínűleg az. Mentsük el. Mentsük el. Slot 1. Slot. Nem slot, slot. Azt mondom. Bocsi, csuklattam. Hallottam. Na kíváncsi vagyok, hol tartunk. Kimegyek, megnézem, hogy hány százalék. Jó van. Mission log. Visszamenőleg vissza tudjuk olvasni, hogy melyik pályán mi volt a feladat. Megnézzük mindjárt. 22%. Minden résszel 11%-ot haladunk. És hogyha megcsinálom 10 részt, akkor már 101%-ot lesz. 110. 110. Na, most mit csináltam? Elbasz, most töltöd a mentést. Igen. Leformatáltam az egész életemet. Leformáltad a CV nyomat. Itt van az, hogy mi mennyi. Melyik értékért? 1-3-3-2. Jó, és látom, ki lehet választani, akkor hogyha mit ő szeretnénk azt mondjuk, hogy izé, mit tudom én így nosztalgiázni az első pályával, akkor így vissza lehet menni. Ja. De nem szeretnénk, úgyhogy egyelőre akkor most ennyi. Igen. Na akkor jó, köszönjük, van, hogy akkor figyeltetek megint aztán. Remélem tetszett ez a rész.
Ennyi volt, Medal of Honor Underground. Ez egy jó egy órás rész, ez lehet, hogy két részben lesz fenn. Hát, meglátod van. Meglátjuk, jól van. Na, sziasztok!